A TEK főigazgatója szerint szenzációs teljesítmény, hogy 2 nap alatt szabadították ki az Ukrajnában elrabolt magyar férfit, ráadásul úgy, hogy nem dördült lövés. Hajdú János híradónknak azt mondta, bár a tárgyalás is elegendő volt, de a fegyveres akcióra is fel voltak készülve. A félelem ilyenkor megfordul az emberek fejében. Az Ukrajnában foglyulejtett férfiről mesél a TEK vezetője. Hajdú János az ATV-nek azt mondta, Donyecktől nem messze fogták el az Ukrajnában dolgozó magyar férfit, elvették az autóját és az összes értékét, majd bezárták. Nem bántották, nem volt semmi kínzás, erről semmilyen információ nincs, a férfi sem számol be ilyenről. Az ukrajnai és orosz partnerszolgálatokon keresztül érkezett egy jelzés a TEK-hez, akik 2 nap alatt kiszabadították a férfit. Váltságdíjat nem kértek érte, nem tudni miért kapták el. Valószínűleg csak rosszkor volt rossz helyen. Hogy kerülhetnek-e hasonló helyzetbe magyarok, az csak a szerencse kérdése, mondta a tábornok. Egy olyan térségben, ahol fegyveres harcok dúlnak, ott nyilván mondhatjuk azt, hogy potenciálisan mindenki valamilyen szintű veszélybe van. Ha jó helyre tud húzódni, kevésbé, ha belemegy a sűrűjébe, akkor jobban. Ez a férfi nem azért kezdtünk el benne dolgozni, mert éjszakára nem ment haza, vagy kimaradt, hanem itt konkrétan megalapozott információink voltak arra, hogy fegyveresek megállították, őt elhurcolták és fogva tartják. A vasárnap foglyulejtett férfi már elhagyta a fegyveres konfliktusos területet.